Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam 4000 forint. Ha sürgős, akkor hívhatsz telefonon. Naponta elérhető vagyok este 11 óráig. A videó végén megtalálod a telefonszámod. És most megnézzük az ő gondolatait, ami itt felül és alul látható. A medve jelenti az ő élet erejét, és ezzel az élet erővel be tudja bizonyítani magát. Ez az erő lehet a belső erő is, a hite, hogy hisz abban, például, hogy egy álom megvalósul, hiszen a hold jelenti az ő álmait is. A medve az lehet egy személy, aki parancsolgat, akinek szava van, és a hold az jelentheti az anyukáját is. És itt a ház az utal az ő otthonára, vagy a családi kapcsolatra. Ezzel a kulccsal lezár bizonyos dolgokat, és egy időben a kulccsal kinyílik itt egy ajtó. Ezek a lehetőségek, ez lehet egy költözködés is, vagy kopogtat az ajtódon, mert meg akar látogatni téged. És itt a csillagkép jelenti a szerencsét és a bizalmat is, hiszen tudja, érzi azt, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban meg van írva. Mit fog tenni? Azt itt látjuk jobb oldalon, kisüt a nap, tisztázódnak bizonyos dolgok, a nap megvilágítja az élet utat, a kereszt jelentheti a hitét vagy a döntéseket, mert elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, és itt van a jövő, egy közös életút, ahol a nap megvilágítja ezt az életutat, és kivirágzik itt valami. Van egy szép jövő. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyánk. Itt újra megjelenik a hold, ugyanúgy, mint itt alul. Ez jelenti az ő álmait, és megvan az ereje, a hite ahhoz, hogy ez az álom megvalósul. De jelentheti az anyukáját is, ebben az esetben lehet, hogy az anyukája parancsolgat neki, és ez nem tetszik számára, tehát nem akarja ezt megengedni, hogy az anyukája ilyen nagy hatással legyen ki rá. De itt van még a felhő, valami még átláthatatlan. Ő meg akarja teremteni azt, ami az elképzelése, de nem tudja még jelenleg, hogy hogyan. Mert itt a felhő az olyan, mintha valami átláthatatlan lenne számára. Holott, ami kettőtöket illet, itt kisüt a nap, tehát kettőtök között tisztázódnak a dolgok. De itt lehetnek anyai témák is, és a felhő azt jelenti, hogy nem tudja, hogy viselkedjen az anyukájával szemben. Ez olyan átláthatatlannak tűnik számára. Valószínű, ki akarja mondani a véleményét, de nem akarja az anyukáját megbántani. De itt látható a tisztaság, tisztázódnak bizonyos dolgok, ami az otthonát illeti, egy tiszta otthon, ami a családi kapcsolatokat illeti, tisztázódnak a dolgok.
Itt látható a szerencse, a mozgás, a nevetés, a vidámság és a beszélgetés, hiszen keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt te jelensz meg a képen, és biztos lehetsz a dolgodban, köztetek tisztázódik valami, és vannak tiszta érzelmek részéről. Itt újra a csillagok vannak, ugyanúgy, mint itt, lesz egy szerencsés fordulat, a nap megvilágít valamit, lesz egy jó irány. Útban van hozzád, és a virág az jelent egy szép környezetet, egy szép jövőt, vagy egy ajándékot, hiszen megajándékoz téged. Itt duplán jelenik meg a kereszt, ez erősíti a hitet, a tiédet is, az övét is. A sors utatok kereszteződik, jelentett egy kármikus szerelmi kapcsolatot, de mint említettem, utal a döntésekre is, nálad is, nála is, hiszen elérkeztek az élet utatokon a kereszteződéshez, és lesz egy új irány, lesznek változások. Az ő jelenlegi helyzete... Itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok, útban van hozzád. És a te jelenlegi helyzeted? Itt a park jelenti a nyilvánosságot. Valami kiderül a nyilvánosságon, vagy találkoztok a nyilvánosságon. Lehet, hogy útban van hozzád, összefuttok valahol, és úgy tesz, minthogyha... Ez a találkozás véletlen lenne. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!